öt jellemző, az agyon aroma jellemző, ami abszolút odaüt az agyatokba. Többek között a borok színére, savasságára és erősségére is figyeltek a bírálók a 26. Egri borvidéki borversenyen. A rendezvény megnyitóján elhangzott, a környék szakemberei két éve sajátos közösségi marketing vállalkozásba fogtak, amelynek eredményei már mérhetők a borvidéken. Négy évszakos periódusokra bontottuk a borvidék borainak a kínálatát, és a tavasszal, amikor várja a természet megújulását az élet ritmusából alulon az emberiség, ugye akkor egy friss tavaszi bort, az Egri csillagot kínáljuk. Gál Péter, az Agrárminisztérium osztályvezetője úgy fogalmazott, az ítészeknek az ország legszínvonalasabb borbíráló szoftvere áll a rendelkezésükre, így minél szakértőbben fordulnak a borokhoz, annál inkább objektív eredmények születnek. Emellett biztosította a megjelenteket, hogy az Egri borvidék közösségi marketing tevékenységét EU-s támogatásokkal is segítik a jövőben. Nem csak egy nagy borvidék, hanem komoly hagyományokkal is bír, és ezek a hagyományok a palacban is jól megjelennek, és jól kommunikálhatóan megjelennek. Az Egri bikavére és annak a fehér testvérére, az Egri csillagra gondolok. Ezek mindenképpen olyan dolgok, amikre nagyon komolyan lehet építeni, és én úgy veszem észre a borvidéknek a kommunikációjában, hogy nagyon komolyan épít is rá a borvidék. Szóval ezek azok a bortípusok, amiket viszonylag könnyen meg lehet magyarázni a fogyasztóknak, és a fogyasztó érdekesnek is találja őket. A megmérettetésre idén 28 borászat, 169 nedűjét nevezték. Összesen két nagy arany, 55 arany, 77 ezüst, illetve 21 darab bronzérem talált gazdára. Emellett a kategóriák legjobbjait is kihirdették. Ezekben dr. Gál Lajos, a Varga Pincészet Kft., az Egri Borvár Kft. És a Gergely Bástya Kft. Borai taroltak.